Az U7-estől az U19-el bezárólag valamennyi korosztályban versenyeztett csapatot a Várda Labdarúgó Akadémia. Közülük a kiemelt országos bajnokságban szerepelt az U15-ös együttes, melynek keretét fele-fele arányban alkotják hazai és kárpátaljai fiatal futballisták. A mezőnyben megtalálhatók a legnevesebb hazai klubok utánpótlás csapatai, így a bajnokság előtt igyekeztek reális elvárásokat megfogalmazni a kisvárdai vezetők. Szerettünk volna minél közelebb kerülni az elithez, mert Magyarországon a tavalyi évben a Honvéd, a Debrecen, a Ferencváros, az MTK, ezek képviselték leginkább az elitet. Ehhez szeretnünk volna minél közelebb helyezésben is odaérni. Én úgy gondolom, hogy ezt a gyerekek túl teljesítették ebben az évben. Télen egész jól sikerült a felkészülésünk, én úgy gondolom. Sorozatban jöttek a mérkőzések, és amikor áprilisban a Debrecen ellen egy nagy-nagy rangadót sikerült megnyerni, azzal oda tudtunk kerülni a dobogóra, és akkor már azért érezhető volt, hogy a srácokban még-még több van. Ezek a gyerekek megérezték azt, hogy ott a lehetőség, ott vannak a kapuban, és beléphetnek rajta, és így készültünk hétről hétre. Az utolsó forduló előtt a kisvárdai csapat a Debrecen és a Ferencváros mögött a harmadik helyen állt a tabellán, azaz nem csak a saját kezében volt a sorsa. A MOL-Fehérvár ellen idegenben aratott 6-0-ás győzelem azonban nyomást helyezett a riválisokra. Mi a Székesfehérvárral játszottunk idegenben, 0-6-os eredményt értünk el, ezzel nyomást gyakoroltunk a Debrecenre és a Ferencvárosra. A Debrecen idegenben nem tudott nyerni a Vasas ellen, 1-1-et játszott, a Ferencváros pedig hazai pályán kapott ki az MTK-tól 4-2-re, és ennek köszönhetően, ezeknek az eredményeknek is köszönhető az, hogy mi bajnokságot nyertünk. A hazaúton a buszon derült ki, hogy mi leszünk az U15-ös bajnok csapat. Hát azt az érzést kívánom minden edzőnek, minden kollégának, mert ott tényleg a buszon, ami volt, egy pár gyerek sírt, egy pár kolléga egymásra borult, volt, aki az üveget törte ki majdnem a buszon, úgyhogy szenzációs érzés volt. A bajnokcsapat június végén, július elején a hazai rendezésű Neumann Gábor emléktornán lép pályára. A tervek szerint neves külföldi csapatok ellen mérhetik majd fel a kisvárdai fiatalok, hogy milyen teljesítményre képesek a nemzetközi mezőnyben.